Sziasztok! Eni vagyok, és üdvözöllek a YouTube csatornámon! Ahogy a címből is kitalálhattátok, a mai videó egy podcast ajánló lesz. De nem is akármilyen podcast ajánló, ugyanis ma magyar csatornákról fogok beszélni. Illetve hát a podcasteket podcast csatornának hívjuk. Hmm. Minden podcastnek egyébként lent fogom hagyni a Spotify linkjét a leírásban, ahogy a címét is, de azért légy szíves, most ne skippeld rögtön a videót, hogy oda menj a listához, hanem hallgass meg, hogy mit akarok róluk mondani. És amúgy, ha van bármilyen podcast magyar vagy angol, amit a figyelmembe szeretnétek ajánlani, akkor azt pedig a komment szekcióban nyugodtan tegyétek meg. És egyébként teljes mérszékben nem ajánlási, vagy kedvenc, vagy bármilyen sorrendben mondom a podcasteket, hanem szimplán olyan sorrendben, ahogy felírtam őket a jegyzetembe. És akkor kezdjünk is bele. Én nagyon szeretek más kultúrákat megismerni, illetve más utazókkal beszélgetni és hallgatni az ő történeteiket, hogy miket éltek át. Így, amikor az egyik kedvenc podcastemben, a Kotyogós Podcastben egyébként megemlítették az utazási podcastet, azonnal rá kellett mennem, és azonnal bele kellett hallgatnom néhány epizódba. Ez a podcast, ahogy a neve is sugalja, az utazásokról szól. Minden epizódban meginvitál valamilyen világlátott embert a hoztunk Mátai András, és azzal az emberrel beszélget annak kalandjairól, utazásáról, élményeiről, tapasztalatairól. Én nagyon szeretem, mert minden epizódban valamilyen új helyre tudok eljutni, vagy új élményeket, információkat, tapasztalatokat szerezni, és ez egy nagyon informatív podcast, és igazság szerint, hogyha érdekel a nagyvilág, és szeretnél többet tudni különböző kultúrákról, akkor highly recommended. Sokat hallgatom egyébként még a Mia Femme podcastet, aminek Luca és Antónia a hostjai. Ez a podcast egyébként alapvetően egy Girl Talk podcast tabuk nélkül. A lányok kendőzetlenül szoktak mesélni tapasztalataikról, élményeikről, és olyan témákat is feldolgoztak már például, hogy miért szörtelenítünk, illetve beszélgettek az abortuszról, tanácsokat is adtak a fiatalabb énjüknek, és egyébként az én egyik kedvenc epizódom tőlük a Szabadítsátok ki a Cicit című epizód. Luca és Antónia teljes mértékben modern és fontos, gyakran határokat, feszegető témákat hoznak, illetve dolgoznak föl. Ezek szerintem mind-mind olyan témák, amikről beszélnünk kell, és többet kell hallanunk. A ma podcast egyébként az a podcast volt, aminek konkrétan tűkönülve vártam az epizódjait, és emellett még Instán is bekövettem annó őket, mert annyira ráfügtem a podcastre. És azért a múlt idő, mert sajnos ezt a podcastet már nem gyártják, és Instáról is letörölték magukat, viszont hál' Istennek Spotify-on fennmaradtak az epizódok. Minden epizódban egy adott témát dolgozott föl a három host, de nem akárhogyan, hanem megnézték a témának a múltját, hogy hogyan alakult ki, a jelenét, hogy jelenleg hogyan létezik a mai világunkban, és aztán elmélkedtek a jövőiről, hogy hogyan fog változni, el fog -e tűnni, mi történik-e majd az adott témával. Nagyon informatív és nagyon tanulságos volt ez a podcast. Igazság szerint, hogyha többet szeretnétek megtudni különböző témákról, akkor javaslom, hogy nézzetek rá. Tőlük egyébként az egyik kedvenc témám volt, amikor a generációs szakadékokról beszélgettek, de feldolgoztak például olyan témát, mint a kötelező olvasmányok, jövője, jelenje és múltja, illetve beszélgettek még például az emberi test de rengeteg más fajta témát is feldolgoztak, úgyhogy lent lesz a link, katrá rá és böngészitek az epizódjaikat. A Sárga Bögre Podcast egy igazi, szeretetteljes podcast, amit Eszter és Sára készít nekünk. A lányok mindig egy-egy témát dolgoznak föl az epizódjaikban, és elmesélik azt, hogy ők hogyan gondolkodnak arról, vagy hogyan látják azt, vagy hogy milyen tapasztalatuk van az adott dologgal kapcsolatban. Beszélgettek már például párkapcsolatokról, hulladékmentességről, toxikus pozitivitásról, irítségről, feltékenységről, és még sok minden másról. A Nincs egy Göncöm se podcastre teljesen random akadtam rá, viszont azonnal megragadta a figyelmemet a podcast témája. Menjen Eszter a Holidák blog írója, a podcastünk hoztja, és igazából olyan témákat dolgoz fel, hogy például hogyan lehet környezettudatos ruhatárat építeni, hogy mi a baj a jelenlegi fast fashion divatiparral, hogy hogyan tudsz tudatosabban ruhát vásárolni, mi is az a slow fashion, és így tovább. Sajnos nincs egyébként fönt annyira sok epizód ezen a podcasten, viszont minden rész információkkal dús volt, és abszolút nagyon érdekes. Legalábbis annak, akit foglalkoztat ez a téma. A következő podcast egy olyan podcast, amiről egyébként már beszéltem nektek a januári kedvencekes videómban, és elmeséltem nektek azt, hogy ez egy olyan podcast volt, amit így hallgatgattam, de hogy sosem klikkeltem úgy igazán a podcasttel, viszont januárban egy teljesen 180 fokos fordulatot vett a podcasttel való kapcsolatom, és teljes mértékben ráfügtem. És ennek a podcastnek egyébként az a címe, hogy A Bright Place. Ez egy podcast a mentális egészségünkről, az önfejlesztésről, a kapcsolatokról és még sok minden másfajta témáról. Nagyon sok érdekes topikot dolgoz fel Laura a hoztunk, és általában egy általa meghívott vendég. Így például hallgathattok nála részeket a menstruációról, párkapcsolati szorongásról, evészavarról, autizmusról, és még nagyon sok minden másról, mert nagyon sok epizód van kint. Ha nagyon-nagyon választanom, kéne, van egy podcast, ami jelenleg a legnagyobb kedvencem, és ez a podcast a Nem Azért De névre hallgat, és a helyzet az, hogy tűkönülve várom minden egyes új epizódjukat. A hostjaink egyébként Eszter és Eszti, akik nagyon sok és sokrétű témát dolgoznak föl a részeikben. Amit nagyon szeretek náluk, az az, hogy igazából egy diskurzust folytatnak, és minden epizódban van valaki, aki inkább mellette van annak a témának, míg a másik akkor inkább ellene lesz, még ha nem is ért egyet vele, de hogy kutatást végeznek, és igazság szerint megbeszélik azt, hogy mit találtak, és hogy mit gondolnak arról a dologról. És emiatt a felállás, illetve hát hozzáállás miatt szerintem nagyon sokat lehet tanulni ebből a podcastből. A legutóbbi epizódjukban egyébként a cancel culture jelenségéről és mienségéről beszélgettek, de feldolgoztak már olyan témát is például, hogy milyen szerepet játszik a bőrszín a bűnügyeknél, vagy hogy mi is az a nemi kvóta, hogy segítene a jelenlegi helyzetünkön a klímadiktatúra, jó ötlet lenne az alapjövedelem bevezetése, és még rengeteg, rengeteg más témáról is beszélgettek. Olyan témákról, amikről általában nem hall az ember. Legalábbis szerintem annyit. Sajnos a Job Csajok podcastnek is ritkán érkeznek epizódjai, viszont van kint jó pár, ami szerintem nagyon izgalmas és érdekes. Ez a podcast egyébként, ahogy a neve is utal rá, a női karrierről szól, és igazából mindenről, ami ebbe a témakörbe beletartozhat. Hallgathatok epizódot arról például, hogy milyen az, amikor a nők egymást szabotálják a munkahelyen, vagy hogy miért is baj az, hogyha te leszel szuperwoman, és mindent meg akarsz oldani rögtön vagy hogy milyen az, amikor gyereked lesz, és mondjuk visszamennél dolgozni, vagy például egyébként még nem állsz készen arra, hogy visszamenj a munkahelyedre. Sajnos ennek a podcastnek csak pár epizódja van, de tényleg bátran ajánlom a figyelmetekbe, hogyha többet szeretnétek megtudni így a női karrierek világáról. Ennyi lett volna már ez a magyar podcast ajánlós videó, és egyébként, ahogy a videó elején is említettem, hogyha van valamilyen podcast, amit szeretnél a figyelmembe ajánlani, például te készíted, vagy a te legnagyobb kedvenc podcasted, akkor kérlek szépen hagyj róla egy hozzászólást a komment szekcióba, vagy érem instant. Egyébként, ha tetszett ez a videó, akkor kérlek szépen ne felejtsd el dobni rá egy lájkot, mert ez nekem nagyon sokat segít a YouTube algoritmusával szemben, és amúgy pedig iratkozz fel a csatornára, hogyha szeretnél tőlem még tartalmat látni. Kérlek szépen vigyázz magadra, és majd találkozunk a következő videóban.